Kalkuttában és Londonban is tüntettek a magyar diplomáciai képviseletek előtt. Az indiai örmény közösség nevében bocsánatkérést követeltek a magyar hatóságoktól, mert Ramil Safarov kiadatását morális szempontból elfogadhatatlannak tartják. Magyarország londoni nagykövetség előtt is tiltakoztak örmények. Safarov szabadlábra helyezése az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének főtitkára szerint is elfogadhatatlan. Jean-Claude Mignon ezért felszólította az azeri hatóságokat, hogy vizsgálják felülálláspontjukat. A külföldi lapok a magyar kormány teszik felelőssé az utóbbi idők legnagyobb diplomáciai viharáért. A Berliner Zeitung Baku egy gyilkost ünnepelt címmel számol be az azeri kiadatási ügyről. A szerző szerint a gyilkosság ugyan 8 éve történt, de az ügy most okoz jelentős méretű nemzetközi botrányt, mely magyarázkodásra kényszeríti a budapesti kormányt. Az Economist Baklövés Budapesten, Magyarország, Örményország és a Baltás gyilkos című írásában meglepőnek tartja a diplomáciai válságot, mert a magyar diplomaták legutóbb Líbiában jól vizsgáztak, és a konfliktus végére már mintegy 50 távol lévő kormányt képviseltek Tripoliban. Most azonban úgy tűnik, hogy a Safarov ügyet Orbán Viktor és Szijjártó Péter eszelte ki, írja a brit heti lap. A Standard is a Kaukázusban kialakult új feszültségről ír. Az összeállítás beszámol a magyar képviseleteknél tartott tüntetésekről és a diplomáciai tiltakozásokról is. Az Egyesült Államokban élő befolyásos örmény közösség képviselői a Demokrata Párt küldőgyűlésén is kiálltak a 10 milliós örmény nép védelmében. Az örmény közösség ebben az ügyben és más kérdésekben is egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz azért, hogy a politikában hallassa a hangját, és a politikusaink ott legyenek a képviselőházban. Szintén az örmény kisebbség befolyásos tagja Gray Davis, aki a legnagyobb amerikai szövetségi állam Kalifornia kormányzója volt Arnold Schwarzenegger előtt. Azt javaslom a magyaroknak, hogy aktívan keressék a kapcsolatokat az örmény közösséggel. Ha ilyen kezdeményezések történnek, akkor azokat személy szerint én és a Demokrata Párt is messzemenően támogatni fogjuk, mondta az ATV tudósítójának a volt kaliforniai kormányzó.